Hamarosan átadásra kerülhet a régi Uszoda helyén épülő Kecskeméti Kosárlabda Akadémia, melynek már a parkettázását is megkezdték, sőt, az öltözők is egyre inkább szépülnek. Bár munka még van, az jól látható, hogy gőzerővel dolgoznak azon a munkások, hogy a fiatal kosárlabdázók minél hamarabb új pályákkal gazdagodjanak. Természetesen izgatott Ivkovicsné Béres Tímea, a Mercedes KH szakmai igazgatója is, aki folyamatosan szemmel követi a munkálatokat, az ő segítségével nyertünk betekintést. Itt vagyunk a készülőben lévő Mercedes-Benz Jár Kosárlabda Akadémián. Te milyen gyakran szoktál ide bejárni? Hát hetente, csütörtökönként van a kooperáció a hivatalos része ennek a beruházásnak, úgyhogy heti rendszerességgel itt vagyunk, ellenőrzünk a beruházást, megtárgyaljuk a következő lépéseket, úgyhogy felügyelet alatt van végig a beruházás. Alig, ha nem izgatottak vagytok, nem csak ti is, hanem a gyerekek is, szülők is, mennyire látod ezt már rajtuk, hiszen közeleg azért úgymond az átadó. Igen, mindenki nagyon várja, és ugye nem csak a kosárlabdázók, hiszen minden sportág befogadására alkalmas lesz ez az épület. Úgyhogy nagyon várják a gyerekek kifejezetten, mindenki érdeklődik, hogy el tudjuk-e majd kezdeni augusztusban itt a felkészülést, mi nagyon bízunk benne, úgyhogy azért is tartjuk felügyelet alatt is, és igyekszünk, hogy a kivitelezővel együttműködve, hogy a tartható legyen a határidő. Most azt látjuk, hogy már elkezdődött itt a parkettázás, hogy halad itt a továbbiakban a munka. Mit tudsz erről mondani? Igen, most következnek az igazán látványos részek, a parkettázással kezdődik, és utána jönnek a padok a lelátókon, és a korlátok, felkerülnek a gyűrűk, készülnek a röplabda hűvelyek is, tehát most igazán a látványos része és a funkcionalitása az majd most fog látszódni. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, és azért is szeretjük volna ezeket a lépéseket megmutatni. Kicsit beszéljünk a részletekről, hány pálya is lesz itt, illetve hát hány csapatot tud itt akár egyszerre kiszolgálni az elétesítmény? Három pálya épül meg, három sportpálya, 2000 négyzetméter sportfelület alakul majd ki ebben a csarnokban. Lesz egy centerpálya, ami teljesen az európai szabványoknál alkalmas lesz, és kell lesz két gyakorló pálya keresztben. Ugye azért is történik ez az egyedi kialakítás, hogy sűjesztett marad a pálya, hogy a belmagasság megmaradjon, hiszen ez egy műemlékvédett, ipari műemlékvédett épület, tehát sok minden változtatásban meg volt kötve a kezünk. De jelentkeztek már ide a vívók is, a Szanti folyosóra a felső területen, és lesz sportmúzeum is, és erősítőterem is, tehát igyekszünk minél több sportágra nyitottak lenni. Talán korai még róla beszélni, de terveztek-e valamilyen ünnepélyes megnyitót, akár ti is egy gálameccset, vagy bármit? Hát mindenképp az önkormányzattal együtt, hiszen az önkormányzat az ön részét vállalta ennek a beruházásnak, és ő a tulajdonosa is ennek az épületnek, úgyhogy együtt tervezzük, és nagyon remélem, hogy a kivitelező tudja tartani a határidőt, és akkor augusztusban át tudjuk majd adni ezt az épületet.